Hát ez nem úgy sikerült, ahogy akarták. Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet segítségével 10 olyan hírességet hoztunk nektek, akik élőadásban rombolták le a karrierjüket. Ezen a listán olyan celebek szerepelnek, akik teljesen eltolták a hírnevüket a rossz és megosztó döntéseikkel élőadásban. Sajnos most magyar nevekre nem lesz időnk, így előre is elnézést kérünk azoktól, akik emillióra vártak volna. 10. Janet Jackson. Ez talán a legnagyobb tévés karrierrombolós botrány valaha. Mindenki ismeri a sztorit, Jackson és Justin Timberlake együtt adtak elő a 38. Super Bowl-on, amikor Justin letépte Jackson jelmezét, amitől kibudjant az énekesnő mellé. Ez persze nem Jackson hibája, mégis, mintha mindenki őt hibáztatná ezért. There could have been ways that I could have gone about it. Hollywood konkrétan kitagadta őt, és úgy tettek, mintha nem is létezne, következő albumát és számait pedig tiltó listára tette a rádió. Még a nagy konglomerátumok is bojkottálták, egy döntéshozó például a Viacomnál azt nyilatkozta, hogy a fejesek még mindig fújnak rá. CBS was fined $550,000, and then the NFL was asked to refund the $10 million that they had been given to the halftime show sponsor. Szerencsére azóta nagyjából megfeledkeztek már erről, és 2019-ben bekerült végre a Rock and Roll Hall of Fame-be. 9. Charles Rocket. Charles Rocket előtt bíztató karrier állt a Saturday Night Live miatt a 80-as évek elején. Hey, how's it going? Oh, it's just great. Let's see, you're the one. Go kind of a cross between Chevy Chase and Bill Murray. Visszatérő szereplő volt az 1980-81-es szezonban, az utánzásairól híresült el, lett egy visszatérő karaktere Phil Lively, és még The Rocket Report néven egy külön szegmenst is kapott. Good evening, I'm Charles Rocket with Weekend Update. Sajnálatos módon Rocket elejtett egy kis káromkodást február 21-én 1981-ben élőadásban, amit nem vettek jó néven. Oh man, it's the first time I've been shot in my life. I'd like to know who... Ez és az évad amúgy is negatív hírneve és kritikai fogadtatása együtt eredményezték Rocket eltávolítását. Ugyan később több sikeres szerepe is volt, mindig vicces figurákat hozott a 90-es években, de sosem ért el komolyabb státuszt, mint az a vicces fickó. Mit mondhatnánk? Hollywood komolyan veszi a káromkodást és a mesztelenséget. 8. Fergie. 2018-ra Fergie kezdett kicsúszni a köztudatból. A Black Eyed Peas-nél hosszabb ideje pihentek már, és Fergie-nek nem sikerült egy top 20-as sláger sem összehoznia 2007 óta. Ennek ellenére mégis őt választották a himnusz eléneklésére a 2018-as NBA All-Star meccsen. Sajnos az előadás viszont kissé döcögös és túlzottan is érzéki lett, ami miatt a közönség alig bírta visszatartani a nevetést. Természetesen hamar felkerült mindez a netre, és Fergie világszerte nevetés tárgya lett. Ezzel lényegében elásva karrierjét, és Fergie-ről azóta se hallottunk. 7. Paula Deen. A közkedvelt déli szakács Paula Deen komoly bajba került, amikor 2013-ban egy volt alkalmazottja, Lights Jackson beperelt őt rassz és szexuális hovatartozás alapú megkülönböztetésért. Paula's deposition is quite appalling to say the least. Under oath, she was asked, have you ever used the N-word yourself? Yes, of course! Jackson szerint Dean gyakran beszél derogálóan az afroamerikaiakról, és egy ültetvényes stílusú esküvőt is akart szervezni a testvére számára, ahol fekete felszolgálók vannak. A vallomás alatt Paula elismerte, hogy többször használta a szót a múltban is, ezzel is rontva a hírnevét. When you say, oh yeah, I said the N-word in the privacy of my own home and retelling the story to my husband, I'm sorry, that's racist. Majd amikor megjelent a Today-ben, hogy elsimítsa a dolgokat, még inkább rontott a helyzetén azzal, hogy magát állította be áldozatként. If you're out there, please pick up that stone and throw it so hard in my head that it kills me. Mire lezajlott ez az egész, Paula elveszítette a műsorát, több partner és szponzor is kihált rá mögüle, és az összes nagyobb cég megszakította vele az együttműködést. So are you here to express what you just said, or are you here to stop the financial bleeding? 6. Brian Williams. Brian Williams 1993 és 1999 között volt a hétvégi hírolvasó az NBC Nightly News-ban, mielőtt 2004-ben fő hírolvasónak választották volna. The story actually started with a terrible moment a dozen years back during the invasion of Iraq, when the helicopter we were traveling in was forced down after being hit by an RPG. 2015-ig tartott ezt a pozíciót, amikor is felszínre került, hogy hazudott az iraki események kapcsán.
What altitude were you hit at? We were only at 100 feet doing 100 forward knots because we had these massive pieces of bridge beneath us on slings. Williams állítása szerint a helikopter, amivel utaztak, rakétavető támadás alá került. Több katona is azt vallotta azonban, hogy Williams sosem volt abban a konvojban, hanem egy fél órával későbbi gépen ült. Sért vérezték magukat Williams a valótlan állítása miatt, és fel is függesztették fél évre. I made a mistake in recalling the events of 12 years ago. I want to apologize. I said I was traveling in an aircraft that was hit by RPG fire. I was instead in a following aircraft. We all landed after the ground fire incident and spent two harrowing nights in a sandstorm. Ezt követően lefokozták az MSNBC-nél vezető hírolvasóvá, és a szakmai szava hihetősége örökre megcsorbult. I hope they know they have my greatest respect. And also now my apology. 5. Howard Dean. Fantasztikus, hogy mennyit változott a politika 2004 óta, amikor elég volt egy egyszerű kiáltás egy karrier elrontásához. If Howard Dean were running for the 2016 elections and he would have done that exact same speech the exact same way under the exact same conditions, I don't think anybody would have paid any attention to it whatsoever. Miután harmadik lett az iowai demokratikus választásokon, Dean egy szenvedélyes, de nem elnökhöz méltó beszédet tartott, aminek a végén a levegőbe öklözött és azt kiáltotta: igen. Ezzel a beszéddel lényegében véget vetett az elnöki kampányának, aztán még a média is elkezdte parodizálni, főleg a late night talk show-kban. And then we're going to Washington DC to take back the White House. Yeah! Ezután a Dean screamként, azaz a Dean kiáltásként híresült el, és egyesek szerint az állandó felemlegetése is médiahack volt a politikus ellen. Ugyan Dean a Demokratikus Nemzeti Bizottság elnöke lett, viszont elnöki álmait örökre eltemethette. And it's going to be one in Colorado and in Iowa and North Carolina and Michigan and Florida and Pennsylvania and then we're going to the White House. 4. Natalia Kills és Willie Moon. 2015-ben Teddy Sinclair akkoriban még Natalia Kills néven futott, és férjével Willie Moonnal az új-zélandi X-faktorban voltak zsűrik. Mindkettőjüket azzal vádolták meg, hogy egy versenyzőt egy bizonyos Joe Irvine zaklattak. More, we're joined by showbiz commentator Peter Ford. Pete, did the judges deserve to be sacked? Yes, absolutely. Natalia azzal sértegette, hogy úgy öltözik, mint a férje, annak ellenére, hogy egy egyszerű frizuráról és ruháról volt szó, és azt is mondta, hogy sértve érzi magát a jelenlétében. I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? Ezután Moon még Norman Bateshez és bőrpofához is hasonlította, ijesztőnek nevezte és azt mondta, attól tart, hogy le fogja nyúzni valaki arcát és megöl mindenkit a stúdióban. It's just a little bit creepy and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. Mondanunk sem kell, de gyorsan megkapták a műsor készítőitől a négy nemet és ismét senkik lettek. I hope he ends up winning just because he had to suffer through these two morons. 3. Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor karrierje a 80-as évek végén, a 90-es évek elején szárnyalt, ekkor jelent meg dupla platina albuma is, az I Don't Want What I Haven't Got és a Nothing Compares to You című sláger, és ekkor volt első helyen 17 ország zenei listáján. Mindez 1992. október 3-án dölt be, amikor a Saturday Night Live-ban szerepelt és élőadásban széttépte II. János Pál pápa képét a katolikus egyház gyermekmolesztálása elleni tüntetésként. Ezzel pedig természetesen közellenségé vált a nép szemében. In the victory of good over evil. A Nothing Compares to You című száma óta nem volt top 5-ös slágere saját hazájában, Írországban, de azóta is ad ki még zenéket. Legalább a mi listánkon 3. lett. 2. Milli Vanilli. 1989-ben az R&B duo Milli Vanilli néven kiadta Girl You Know It című 6-szoros platini albumát, ami még első is lett hazájában. Amerikában egymás után zsinórban 5 top 5-ös slágerrel jelentkeztek, ebből 3 első helyen debütált ráadásul. 1989. július 21-én viszont beütött a gebasz, amikor egy élő MTV-s fellépésük során technikai hiba csúszott be. A lemez megcsúszott, beakadt és kiderült, hogy Rob Pilatus énekes csak alátátogott.
Ez már kétejt ébresztett a duó hitelességében, de az igazi probléma akkor jött, amikor az albumuk megjelent Amerikában, és az énekes Császó azt nyilatkozta, hogy az ő munkásságát sajátjaként tüntette fel Pilatus és Feb Moran. Brad Howell and Sean Davis are the real singers, and I think they should get this credit. A duó ezután beismerte, hogy kóklerek, és ezzel meg is szűnt létezni a Milli Vanilli. We signed a recording contract, which we thought was... You know, to be singing on the record. Yeah, but he had a bad reputation for it. He had a bad reputation for money. You didn't know him? No. I was 18 years old, coming from France. I signed a recording contract that was in German. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Ashley Simpson. Most pedig jöjjön a legnagyobb élő tévé történeti beígés. Miss Jacksonnal szemben ez bizony teljes mértékben Ashley hibája. Amikor 2004-ben az SNL műsorban lépett fel, Ashley véletlen felfedte, hogy csak alátátok, amikor a Pieces of Me című szám vokája felcsendült, de a banda az Autobiography-t játszotta. On a Monday, nem tudva, hogy mit csináljon, Ashley egyszerűen kellemetlenül letáncolt a színpadról, majd a bandát hibáztatta, amiért rossz számot játszottak. Nem csak lipszinkált az SNL-ben, mert ez még magában nem a világ vége, de a bandáját hibáztatta és áldozta be. Viszont ezt senki nem vette be, és Ashley karrierének pontosan annyi volt. There is so many other things when it comes to doing your album. There's writing, there's recording, there's marketing, there's styling, there's all these photo shoots. It's such an exciting time in my life. I can't wait to see what happens next. Drága nézőink, ezért nem szabad simliskedni az életben. Tudtok még hasonló élő beígéseket? Írjátok még nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára.